Dr. Kajtár László, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gépészmérnöki kar épületgépészeti és gépészeti eljárástechnika tanszékének vezetője, a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara alelnöke. Dr. Kajtár László vagyok, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen dolgozom, a gépészmérnöki kar épületgépészeti és gépészeti eljárástechnika tanszékén, ott vagyok tanszékvezető, ott diplomáztam. Szombathelyen születtem, valójában Vépen laktunk, de hát a kórház a Szombathelyen volt, tehát ezért került a hivatalos okmányokba születési helyként Szombathely. Tehát Vépen laktam, a Vépi általános iskolában jártam, általános iskolában. Egy nagyon jó iskola volt, az igazgató úr nagyon illetve igazgató bácsinak neveztük, akkor még ez volt a megszólítás. Nagyon lelkesen foglalkozott velünk, nagyon jó alapokat kaptunk ott. Ez vonatkozik az elméleti tudásra, vonatkozik az emberi értékek tiszteletére, vonatkozik a szabadidő értelmes eltöltésére, nagyon sok mindenre. Ő vezetésével ott egy modellezőkör is volt, ebben a modellezőkörben is részt vettem. Tehát ez egy nagyon szép, kellemes időszak volt, kellemes emlékeim vannak hozzá. Vép egyébként egy nagy község, volt akkor 4000 fő lakósa. Azért azt mondtam, hogy volt akkor, mert ma már várossá nevezték ki, vagy nevezték át. És ezek után jött a középiskola. A középiskolát Szombathelyen a Latinka Sándor gépipari technikumba jártam, illetve akkor már szakközépiskola volt, mert azt hiszem mindenki előtt ismert, hogy az oktatási rendszer az, hogy folyamatosan átalakítják, mert hát ha azzal jobb lesz. Tehát én voltam a legelső szakközépiskolai osztály, amelyik még a technikumi tantervel ment. Nagyon jó volt. Onnét mentem tovább, és jöttem Pestre, a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karára. Alapvetően műszaki érdeklődésű gyerek voltam, tehát ha édesanyám elvitt a nagymamához, akkor nekem odaadtak egy deszkadarabot, egy marék szöget, meg kalapácsot, azzal én úgy jól el voltam. Kalapáltam, mindent csináltam. A modellezőséghez visszatérő, ott szintén az ember fut, faragott, reszelett, mindent csinált, tehát automatikusan adódott, hogy műszaki pályára menjek, ezért is nem gimnáziumba mentem, hanem ebbe a akkor is jó hírű, és ma is még jó hírű Szombathelyi szakközépiskolába, onnét pedig hát egyenes út vitt a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karára. Én Szombathelyen az iskolában, a szakközépiskolában gyártástechnológia szakirányra jártam, és úgy gondoltam, hogy ezen azért változtatni kellene a továbbtanulás során, és inkább energetika fele toltam el a szakirányt, és ebből is az épületgépészetet választottam, mert úgy ítéltem meg, hogy az van leginkább kapcsolatban az emberekkel, nem választottam rosszul. A Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán diplomáztam. Mindig jó tanuló voltam, most ez pozitív jellemző vagy negatív, nem tudom, én azért ezt büszkén vállalom. Tehát általános iskolában is kitűnővel, Szombathelyen is kitűnővel jártam végig az iskolát. Itt az egyetemen az első évben 4,50 volt az átlagom, ami azt hiszem egy nagyon kiváló átlag. Kitűnővel diplomáztam, tehát szerencsém volt végig a tanulmányokkal, jó volt a haveri kör, akikkel együtt dolgoztunk, együtt tanultunk. Mert tanultunk is, meg dolgoztunk is, mert pénzt is kellett keresni, és automatikusan adódott a lehetőség, hogy maradjak az egyetemen. Egyébként elég komoly kihívás volt nekem ez akkor, mármint a döntést illetően, hisz akkoriban az álláshelyeket úgy hirdették meg a cégek, és beküldték az adott felsőoktatási intézményre, és ott egy dossziéba le volt fűzve. És Szombathelyen a távfűtőművek, ami az északterületem szempontjából egy releváns cég, hirdetett meg jó kereseti lehetőséggel egy mérnökállást, de én végül is akkor úgy döntöttem, hogy maradok Pesten. Ugye az volt a két szempont volt ebben. Az egyik az az, hogy ha én most visszamegyek Vépre, onnét Pestre vissza fog jönni, már nem valószínű volt. De ha most itt maradok, és nem tetszik, bármikor hazamehetek. És akkor volt egy másik szempont is, ez ugye 1900
79-ben volt ez a döntési időpont. Feleségemmel 78-ban ismerkedtünk meg, és hát az ember egy picit elágyul erre visszagondolva, de ez egy fontos valami volt. Tehát így maradtam itt Pesten, így maradtam itt az egyetemen, és gyakorlatilag onnét egyenesen vitt az út tovább, igyekeztem becsülettel, szorgalmasan csinálni a dolgokat. Doktoráltam, műszaki doktori fokozatot elértem 86-ban, 94-ben a műszaki tudományok kandidátusát, majd utána a PhD-t, ennek megfelelően tanársegédből kineveztek adjunktussá 1987-ben, 96-ban egyetemi docensé, és 1999-től már tanszékvezető helyettes voltam, és idén januártól bíztak meg tanszékvezetőnek. Én azt mondom, hogy összességében elégedett vagyok a pályámmal. Hát most már nyugodtan kijelenthetem, hogy jóval több van mögöttem, mint ami előttem van. Tehát az ember ilyenkor már tud egyfajta mérleget vonni a történésekről, és én összességében biztos, hogy elégedett vagyok. Elég sokat találkozunk haverokkal, nekem két haveri köröm is van, az egyik az épületgépész, a másik pedig az energetikus. Én 2,5 évet az energetikusok között laktam a Koleszba, utána meg az épületgépészek között, és ebből adódóan két haveri köröm van, rendszeresen találkozunk, rendszeres találkozóink vannak, ilyen nevezetes helyek, nyáron egy hetet töltünk gyakorlatilag családostól Szálkán, egy ilyen kis tóparti nyaralóhelyen, megyünk Szücsibe, horgásztóhoz, most menni fogunk Romániába egy hétre haverokkal, az épületgépésztársasággal rendszeres sörözésünk vannak, a találkozókat megtartjuk, a legutolsó most idén Szegeden volt, tavaly Szombathelyen, úgyhogy elég hát kiterjedt jó baráti körrel rendelkezem, és ez így összességében az embernek az életét azért teljessé teszi, és ha szabad még azt megemlíteni, igazából a hobbi sport nálam hogy miként néz ki, általános iskolás koromban, középiskolás koromban modellezés volt a kedvenc hobbim, vitorlás hajómodellezésben, országos bajnokságot is nyertem 1973-ban, és azt követően hobbi szinten focival foglalkozom, most is minden kedden reggel 7:30-tól 8:00-ig tornateremben foci, szóval nem leszünk mi messzi, bár én egy messzi mezben játszom, legtávolabb áll az én játékstílusom az övétől, és a hobbival így állunk, olvasásot inkább a politikai történelmi könyveket szoktam olvasni, kirándulásokat nagyon szeretem, külföldön sok helyen jártunk feleségemmel, konferenciákon, Japán, Kína, sok-sok helyen, tehát távolabbi helyeken is, szinte itt Európában minden helyen megfordultunk. Úgyhogy ami még hátra van, van belőle bőven, remélem, a gyerekekkel való foglalkozást, ez a szűk családi kör. Másrészt pedig hát vannak doktoranduszaim a tanszéken, eddig 4 doktoranduszom doktorált, és jelenleg is van 3 aktív doktoranduszom, plusz 2, aki már a beadás előtt van, tehát ők előttük voltak. Tehát ez egy másik családot jelent, egy másik közösséget jelent, és hogy mondjam, a tanszéken olyan légkört igyekeztem kialakítani, hogy öröm legyen ott tartózkodni, tehát a munka az nem munka legyen, hanem a munka szórakozás, de értelemszerűen a másik oldalról nézve kemény munka, kemény eredményekkel. Egyetemi oktatóként az embernek szakmai szempontból többféle elvárásnak kell megfelelni. Egyrészt a kutatási tevékenység, szakmai előrejutás, publikációk. Ezen a területen azt kell, hogy mondjam, jó néhány projektet nyertünk, amik biztos alapot jelentettek az egyetemi kutató munkához és ahhoz, hogy a mellettem lévő doktoranduszoknak a munkája finanszírozható legyen. Ezek a projektok belsőre ott a kutatási projektek voltak zömében, belső levegőminőséggel, hőkomforttal foglalkoztak, és ebben a
témakörben született két doktorandusomnak a disszertációja. Foglalkoztunk energetikával, ezen belül épületenergetika, épületek energiafelhasználásának a vizsgálata. Az egyik doktorandusom ebben a témakörben védte meg a doktoriát, és ketten már a tanszékünkön vannak adjunktusként. Egy további doktorandusz, aki doktorált külsőként dolgozik be hozzám. Egy még további doktorandusz, aki szintén már doktori fokozattal rendelkezik, a sorsúcshoz tőként Angliában van, tehát egy távoli bástya, ha szabad ezt mondani. És a publikációknál nagyon fontos a mostani követelmények mellett jegyzett folyóiratokban történő publikációk, ezek úgynevezett Evox Science folyóiratok, Energy Buildings, Thermal Science, ezekben jelennek meg cikkeink, elég szép számmal vannak hivatkozásaink, ma már ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a fiatalok előre lépjenek. Tehát ez a munka egyik oldala. A másik az az, hogy az a jó, ha egy egyetemi ember nem csak tanít, mert ugye azt szokták mondani, hogy ha aki ért hozzá, azt csinálja, aki nem ért hozzá, azt tanítja. Ami ezt szeretnénk meghazudtolni, tehát nem csak tanítjuk, hanem dolgozunk is elég keményen, elég sok ipari megbízásunk volt. Ebből, hogyha szabad néhányat kiemelni, a PIX-Szegednek dolgoztunk, a szalámiszárító klímák energiafelhasználásával foglalkoztunk. További nagyobb munkánk volt most legutolján a Rosenberg Kft. Megbízásából egy új nagyhatékonyságú közvetítőközepes hőviszonyerő rendszert fejlesztettünk ki részükre, ehhez méretező szoftver készítettünk, prototípust megterveztük ott a gyár székhelyen, ez üzemel. Kiemelném még a Paksi Atomerőműnél végzett munkát. A Paksi Atomerőműnek a hűtőrendszere, ami a különböző kiszolgáló tereket, technológiai tereket hűti. Annak idején ugye az energiaár nem volt fontos, állandó térfogatáramú rendszer volt. Ennek az átalakítása egy változó térfogatáramú, ennek megfelelően lényegesen bonyolultabb rendszerré. Ez egy nagyon komoly kihívás volt, és sikerült megcsinálnunk. Ezen kívül szoftverfejlesztéseket csináltunk. Az ERMÜ-nek készítettünk egy olyan szoftvert, hogy épületadatok alapján ő ki tudja számolni, hogy annak az épületnek körülbelül mennyi a hűtési-fűtési energiaigénye, illetve ennek mennyi a villamos energia vonzata azért, hogy le tudja ellenőrizni a hozzá beérkező teljesítményigényeket, hisz igyekszik mindenki nagyobbat kérni, és ebből a sok kis-nagyobbból nagyon nagy különbözet jön ki, és az hálózatfejlesztési vonzattal jár. A munkák között meg kell említenem a komfort területen az irodaházak hű- és levegő minőségi komfortjának a vizsgálatát. Nagy irodaházakban végeztünk több esetben komfortot javító, illetve dokumentáló méréseket. Néhányat, hogy említsek, a Magyar Villamosművek Irodaháza, az Allianz Irodaház, az MKB-nak három irodaháza, a CIP-nak az irodaháza, és még sok egyéb épület. Technológiai tereknél is végeztünk ilyen vizsgálatot, a Nokia komárói járában annak idején. Tehát ezek szintén nagyon hasznos és eredményes munkák voltak. Fiatal kollégákat be lehetett vonni, az elméletben tanultakat lehetett gyakorolni, azt, amit tanítanak, azt csinálták, tehát sokkal jobban tudják tanítani, és hát nem kell azt sem letagadni, hogy értelemszerűen ezt pénzért csináltuk, hisz a boltba csak pénzért adnak bármit. Körülbelül ez az, amit a szakmai tevékenységről el tudnék mondani, és a külföldi kapcsolatok azok nagyon fontosak. 90-es években a rendszerváltozás után megnyíltak a határok, és nagyon sok utazáson vettem részt, elsősorban Németországban, német egyetemeken, a Karlsruhe Egyetemen, a Berlini Műszaki Egyetemen, a Stuttgarti Műszaki Egyetemen, illetve a University Stuttgart és Hamburgban. Ezek nagyon fontos dolgok, a szakmai kapcsolatok, az újabb ismeretek szerzése is, illetve a csere, szakmai tapasztalatcsere szempontjából, és ehhez jöttek még a különböző konferencia utazások, ezeket az előbb már érintettem, nagyon sok helyen volt szerencsém megfordulni. És még egy dologról szeretnék szólni, hisz
mi épületgépészek egyfajta módon közösségi, szakmai közösség életet élünk, hisz az épületgépészeknek sok szakmai folyirata, szaklapja, szakmai szervezete van, ezekben is részt veszek. Kiemelném a Magyar Mérnökkamara Budapest és Pest megyei területi egységének a egységében vállalt szerepemet, ott alelnökként veszek részt a munkában, elsősorban a jogosultsági kérdésekkel, energetikai kérdésekkel foglalkozom, illetve a jogosultsághoz tartozó követelmények kézben tartásával. Tehát nagyon fontos nekünk, hogy a hallgatóink, akik végeznek, ő számukra biztosítva legyen az a kontrollált szakmai terület, ahol ők majd dolgozni fognak. Tehát ezt mindenképpen elvitteném a szakmai tevékenységhez kapcsolódóan. Szerencsés embernek mondhatom magamat, mert feleségem egy nagyon kedves társ az életben, és nagyon boldog házasságban élünk. 1978-ban ismerkedtünk meg, 84-ben házasodtunk össze, 87-ben született a fiam, 90-ben a lányom. A feleségem építészmérnök, tehát szakmailag nagyon közel áll hozzám, de ugyanakkor soha nem dolgoztunk együtt. Úgy tűnik ez nálunk a békés egymás mellett élésnek a fontos feltétele kell, hogy legyen, vagy legalábbis azzá vált. Feleségem építészmérnökként nagy cégeknél dolgozott, általában most is a KÉSZ ZRT-nél van, a KÉSZ International-nél. Nemzetközi projekteket bonyolítanak. Hobbija is teljesen más, mint az enyém, ő ilyen jogával foglalkozik, és ez az ő világa. A gyerekeink, mint említettem, egy fiam és egy lányom van. A fiam Bálint, ő az idősebb, mindketten közgazdászként végezte, úgy tűnik ez egy ilyen alapszabály nálunk, hogy két mérnöknek nem lehet mérnök gyereke. Időben felismertük, hogy más az érdeklődési körünk, és nem estünk abba a hibába, hogy már pedig nem mérnököt fogadunk belőlük, ha törik, ha szakad. Bálint fiam a Műszaki Egyetemen végezte le a gazdasági szakirányt, a BSC-t, az MSC-t egy Cambridge-i egyetemen teljesítette, kiváló nyelvtudással rendelkezik japán és angol nyelven, középiskolás korában egy évet volt kint Japánban. Ezek után ő elhelyezkedett egy olyan, először egy olajos cégnél, amerikai olajkereskedelemmel foglalkozó cégnél, majd onnét került át a mostani munkahelyére, ahol japán-magyar kereskedelemmel foglalkoznak, jelenleg épp fél évet van kint Japánban. Fiam, utána lányomról is, hogy mondjak valamit, ő BGF-en végezte el a gazdasági BSC képzést, angol és olasz nyelven beszél kiválóan. Olaszországban volt egy fél évet kint az iskola keretében, hogy az angol nyelvet is jól tudja a diploma megszerzése után. Amerikában dolgozott 2-6 hónapot, tehát angolul, olaszul jól tud. Jelenleg a Fly Emirates-nél dolgozik, ott tudja használni, kamatoztatni nyelvtudását. Úgyhogy ez a jelenlegi helyzet, és ugye itt is, hogy egy kicsit a jövő felé tekintsünk, a jövőt illetően a gyerekekre gondolok elsősorban. Most vannak ők ugye abban a szakaszban, amikor a párkapcsolat a fő projekt. Mindkettőnek van barátja, illetve barátnője, és hát ebben nem szólunk bele, mint ahogy annak idején sem nekem, sem feleségemnek a szülei nem szóltak bele, hogy kit választanak. Hát úgy tűnik, hogy azért alakul a helyzet, bizakodóak vagyunk, akiket eddig megismertünk, mint jövendőbeli, végül is minden választás jó volt, csak a mai fiatalok nehezen hozzák meg a végső döntést, tehát a jelenlegi kapcsolatukat is örömmel elfogadjuk, ha úgy alakul a helyzet. És hát ugye az én koromban azt szokták megcsinálni, és az unokákkal mi van, hát az majd remélhetőleg lesz.